Hat világbajnoki érmet vívtak ki a magyar kerekesszékes sportok a Kátániai világbajnokságon. 12 paralimpiai vívószámból már 9-ben lesz magyar részvevő Londonban. Párbaj többen Krajnyák Zsuzsa aranyat szerzett, törben ezüstöt, mögötte Juhász Veronika szúrta fel a bronzérmet. A két hölgy a remekmés részleteiről számol be. Most jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó, regg jó reggelt! Először is gratulálok, gratulálunk! Jó. Köszönjük! Hát az EB7 arany után megint világra szóló siker. Mi megy ilyen jól? A vívás mondhatnánk, de amellett, szóval mi, 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 ennek a, mi, ennek az alapjának a tényleg visszatérően kiemelkedő teljesítménynek, Zsuzsa? Hát azt gondolom, hogy tényleg egy olyan felkészülés, kezdtünk bele év elején, januárban, hogy már gyakorlatilag az olimpiára készültünk, hogy tényleg százszázalékos munka van mögöttünk, és még előttünk is, és ennek tényleg így az állomásokon megvannak az eredményei. Neked a, hát itt azért volt egy egész komoly kollekciót hoztatok, látjuk is. Neked mi a, sor, ne, mi a sorrended? Úgy értem, hogy nem biztos, hogy mindig az arany csillog a legfényesebben. Ö, nincs sorrend igazából, nincs. nincs sorrend. Az van, hogy ugye mindig az adott napra kell koncentrálni. Tehát így kicsit nem hátrányban vagyunk, csak furcsa, mert az épvívók ők egy nemet üznek, mi meg kettőt tör és pár tör a lányok és nem, nem igazán lehet ezt így a nagyon ketté választani, olyan értelemben, hogy az adott napon mindig oda kell tenni magának az embert. Tehát megnyertem a világbajnokságot első nap, nekem másnap ugyanúgy egyéni versenyem volt, és nem tudtam kiereszteni, meg nem is lehetett. Tehát nem volt se ünneplés, se semmi, sőt, nagyon későn értünk vissza a szállásra, másnap ugyanúgy korán keltünk, és ugyanúgy kellett százszerzalékosan dolgoznom. És a tengerbe is csak később az bele, igaz? <laughs> Veronika, tör vagy párbajtör? Én a tört jobban szeretem, igen? viszont párbajtörbe eredményesebb vagyok, igaz? Most törbe szereztem igen, jelent. Igen, ez, ez, hogyan dőlt el már, mint hogy melyik lesz a kedvenc. Ez, ez nem döntés kérdése, tehát a, így, ez jön magától. Jobban fekszik, hogy így mondjam. Jobban hogy fekszik, jobban, jobban szeretem, mert ott, ott van harc, küzdelem. Pár baj törnél, meg egy kicsit azért ott ügyesen kell, tehát hogy így gondolkozni kell, többet kell kivárni, mint törnél. Ti barátnők is vagytok, meg elég erőteljesen riválisak is adott esetben, igaz? Így van. Igen, igen. Így van, így van. Ez a rivalizálás, ez, ez, ez néha nem vezethet konfliktusokhoz? Nem. régebben volt, Igen? még az elején, de most már nem, most nagyon együtt vagyunk. Ez régebben, egy, azt mondja, hogy a riválisoknak is össze kell szokni? Igen, mert tulajdonképpen csapat, csapat sport is van, és azért nem jó az, hogyha így riválisok vagyunk, tehát hogy így veszekszünk, vagy, vagy éppen hogy most én akarok az első lenni, vagy ilyesmi. Hát te például nemzetközi mezőnyben is szépen leszurkálsz mindenkit, csak ott van mindig a zsuzsa, nem? Ilyenkor én annak örülök, hogy legalább akkor egy magyar tovább jut. Tehát uh -huh. ez benne a jó. Na, hogy néz ki ez a rivalizás kontra vagy és barátság? Igazából úgy kezdődött, hogy én már benne voltam régebb óta a vívásba, és voltak eredményeim. És a vele így szép lassan jött fölfele és az egyik ilyen nagyobb világversenyen ott vívtunk meg először egymással, ott találkoztunk először ilyen téthelyzetben, ott volt egy kis surlódás, de azt gondolom elég jól tovább tudtunk lépni, tehát megbeszéltük, hogy igen, a Páston ott, ott ellenfél mindenki. Tehát most ö, csapat, klubtárs, barátnő ide vagy oda, nyilván ő is, meg én is az ugyanazért, meg a világon mindenki ugyanazért a címért dolgozik. Tehát abban a három percben, vagy háromszor három percben, még a vívó időről beszélek, addig mindenki ellenfél. Ő is, meg én is neki ellenfél vagyok. De nincs ma, ma már tényleg ezzel probléma. Tehát úgy büszkén fogunk kezet, gratulálunk, ha ő nyer, ha én nyerek, és akkor szurkolunk egymásnak tovább. Nektek ez a vívó világbajnokság, ez mennyire volt fontos a tekintetben, hogy azt gondolnám, hogy ti most már minden a Londonra készültek. Vera? Nekem nagyon fontos volt, mert törbe én kicsit hátul vagyok a ranglistán hetedik, kicsit csúsztam, és most uh, fantasztikus, hogy harmadik helyezést értem el. Meg ugye ez pont szerző, mert a tavalyi VB-t az törlik, és ez fog beleszámítani. Buzsa? Hát... Uh... Nagyon fontos volt, mert azért e, e, azt tudni kell, hogy a világbajnokság, én azt gondolom, hogy az egyik, tehát nem, az a legerősebb verseny. Tehát egy világbajnokságon mindenki elindulhat, rengeteg ország, rengeteg versenyző, az egy olimpián megvan szabva, hogy hány a világon a legjobb, 12 indulhat, tehát az oda be kell kerülni, ott már limitálva vannak az induló létszáma. Itt, itt sokkal nehezebb bejutni az aranyéremig, vagy bármelyik éremig, és... E, én nagyon szerettem, tehát kilenc éve voltam utoljára világbajnok, és én nagyon szerettem volna ezt a címet újra megnyerni, visszaszerezni, ugye hát nem megvédeni, mert ugye tavaly ezüstérem sikerült, és azt gondolom, hogy tényleg olyan munkában vagyunk benne, hogy, hogy megérte, tehát hogy meg megéri ez a munka. Tehát ilyenkor az ember nagyon-nagyon tud örülni. Ke kemény nem? Eléggé. Egyéb elfoglaltságok, munka mellett? Igen, tehát ez egy összetett. Tehát ez nem úgy van, hogy, hogy mi csak fölkelünk és vívunk. Tehát azért hát majd az... mindenkinek családja van, munka, és amellett edzünk, és tényleg nem keveset. Tehát azért most egy 8 hetes es idézőes edzőtáboron vagyunk túl. Voltunk Budapesten, Tatán, több helyen. Tehát azt gondolom, hogy tényleg távol a családtól, barátoktól, Tényleg itt is már elfáradtunk csomószor, ott már ú, még egy hét, még egy hét, de, de amikor eljön a verseny napja illetve a, a nap vége, és amikor tényleg ilyen jól végződik, hogy a magyar himnuszt halljuk, akkor azt gondolom, hogy mindenkinek elszáll az a sok-sok keserűség, ami, ami idáig eljut az ember. Hölgyeim, adódik a kérdés, egy ilyen szép szereplésén milyen jutalom jár? Kitől? A szövetségtől, a Paralimpiai Bizottságtól, a klubtól. Szóval, Milyen? Van, van, ilyenkor? Hát nehéz a kérdés, azért, vagy lehet, a kérdés könnyű, a válasz az nehezebb. Hát még nem járunk abban a cipőben, azért azt gondolom, hogy erre azt mondom, hogy, hogy hű, de nagy utalmat fogunk kapni. Nem hallottunk még erről bővebb információt, jelenleg még emésztük tényleg ezeket a sok szép, gyönyörű érmet bízunk benne, hogy tényleg azért valamilyen szinten ezt meg fogják hálálni, tehát hogy nem csak ez a szokásos meleg fogás lesz, de azt gondolom, hogy jelenleg mi még nem, nem azért dolgozunk, hogy, hogy ez, 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 nálunk még ez nem az, hogy jár érte akármi is, hanem tényleg ez az egész, hogy, hogy szeretjük csinálni, és ez azt gondolom jelenleg még nagyon fontos, mert ha már nem szeretnénk, akkor valószínűleg nem is ilyen eredményeink lennének. A vége felé közelve, Vera, azért most már ugye egyre jó érzéssel, egyre nagyobb terheket pakoltok a saját vállalatokra london illetően is, nem? Persze, hát az a cél. Az a, hogy cél. Az a cél. és ez, ez a világbajnokság ez meg is mutatta, hogy van helyünk Londonba és szerintem nagyon jó, tehát a csapatban nagyon jók vagyunk. Szerintem van rá esély. Hogy... És akkor ugyanígy ki fogjuk tenni majd London után is, igaz? Reménykedjünk benne igen, hogy hasonló eredményekkel térünk A, külön, a különböző színű medalionokat. Hát legyen így. Igen, Ö, igen, így ha mind a háromból lesz, azt gondolom, hogy... Az jó, az már nagyon hát, jó. Ott, ott nehéz lesz szavakat öltenünk magunkba, mert, mert annál nagyobb boldogság szerintem nem is lesz. No, hát akkor keresünk meg majd akkor is, de egyőre még ünnepeljünk, úgyhogy még egyszer gratulálok, köszönöm szépen annyit. Mi is köszönjük szépen.